Köszöntöm a nézőket, a végéhez közeledik egy önkormányzati ciklus. Ács Rezsővel, Szekszárd polgármesterével beszélgetünk a következő percekben, és nézzük át, hogy tulajdonképpen mi is az, ami megvalósult itt az elmúlt 5 évben. Köszöntöm, polgármester úr. Hogy látja 2014 és 2019 között, mennyit változott Szekszárd? Jó napot kívánok mindenkinek! Én azt gondolom, hogy azok a célok, amelyeknek vágtuk a ciklusnak, azok teljesültek, és sok mindent sikerült megvalósítani. Természetesen 5 év nem elegendő arra, hogy minden elvárásnak, minden célnak meg tudjunk felelni, úgyhogy megkezdtünk egy utat, amelynek egy nagy részét tudtuk teljesíteni, és hát sok feladat van még előttünk. Annyit hadd mondjak el, hogy egy olyan elképzeléssel vágtunk neki ennek a ciklusnak, hogy a fejlesztéseinket, a forrásainkat olyan formán próbáljuk meg elosztani, hogy egyrészt a város minden területe érintett legyen, illetve hogy a családoknak, a családtagoknak, illetve az itt élőknek minden életkorban meglegyen a megfelelő élettere, ahol ezt ki tudja teljesíteni, vagy ki tudja teljesíteni a munkáját, illetve az életét. Úgyhogy próbáltuk a forrásokat elosztani, úgyhogy egyenlő és igazságos elosztás valósulja meg a városban. Azt gondolom, hogy nagyjából teljesült, tehát azt mondhatjuk, hogy most ha valaki a városnak északi, déli vagy középső centrum részén él, akkor is a közelben azért talál óvodát, iskolát, orvosi rendelőt. A Szőlőhegy ez olyan terület, ahol még ennek előtte vagyunk, és a következő évek feladata lesz ott az óvodának a bővítése, illetve felújítása, valamint egy bölcsődének az építése is. Talán amire legbüszkébb vagyok, amit nem biztos, hogy az emberek érzékelnek, hogy Szekszárdon valamennyi házi orvosi körzetet sikerült feltöltenünk. Ez egyébként nyilván sok mindentől függ, fiatal orvosokat tudtuk betölteni a praxisokat. 4 orvosi rendelőt újítottunk fel az elmúlt időszakban. Igyekeztünk olyan körülményeket megteremteni az ott dolgozóknak és a betegeknek, hogy a beteg, aki kénytelen bemenni ebbe a rendelőbe, ő az ott eltöltött időt az európai körülmények között tegye, és az ott dolgozók is legalább ennyire fontosak, hiszen aki ott tölti a napját és ott dolgozik, számukra is szerettük volna megteremteni ezeket a lehetőséget, amellyel a munkakörülményeket jobbá tesszük. Én bízom benne, hogy az, hogy a praxisokat fel tudtuk tölteni, többek között annak köszönhető, hogy megfelelő munkakörülményeket tudtunk teremteni. Mi az elmúlt időszakban sokat fordítottunk a szekszári családokra, mi azt mondtuk mindig is, hogy a szekszári családok nagyon fontosak számunkra. Itt a kisgyermekektől az idősebb korúig, a családfenntartókig mindenkinek szerettünk volna olyan beruházásokat, fejlesztéseket megvalósítani, amely találkozik az ő elképzeléseikkel, igényeikkel. Különösen kiemelten kezeljük a kisgyermek kérdését, hiszen azt az elvet valljuk, hogy meg kell adni minden lehetőséget azoknak, akik Szekszárdon nőnek fel arra, hogy aztán a később évben sikeres felnőttek legyenek. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nagyon sokat tudtunk előrelépni, de az intézményeink természetesen csak épületek és infrastruktúra. Mi ezt tudjuk biztosítani, ez mit sem ér anélkül, hogyha nem lenne megfelelő szakmai munka. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az iskolákban, óvodákban folyó szakmai munkára is büszkék lehetünk, amely az elmúlt 5 évben is nagyon jól működött Szekszárdon, és sok tehetséges szekszári gyerek indult el aztán innen, és teljesedett ki a felnőtt korban. Úgyhogy ami még talán érdekes lehet, itt az oktatásra jutott most eszembe az az összefogás kérdése tulajdonképpen, hiszen több olyan program is valósult meg az elmúlt időszakban, ebben a ciklusban, ahol nem a város egyedül, hanem különböző társszervekkel, így a tankerületi központtal, szülői munkaközösséggel közösen valósítottunk meg projekteket. Volt, amikor mi kezdeményeztük, volt, amikor a másik fél kezdeményezte, és azt gondolom, hogy ha valamit itt a városban ez bebizonyosodott, el szeretnénk kérni, és megvan hozzá megfelelő akaraterő, az ötlet és az összefogás, akkor meg is tudjuk valósítani. Talán általánosan ez az összefogás, ami összekovácsolja kisebb vagy a közösségeket a városban, erre vagyok talán a legbüszkébb, amelyet meg tudtunk valósítani az elmúlt 5 évben. Hogyha számba vesszük a rendelkezésre álló forrásokat, akkor abban Szekszárdnak mekkora szerepe van? Mert ugye gondolok arra, hogy a top forrásban, ugye mint megyei jogú város, alanyi jogon ugye kapott forrásokat. Időközben aztán jött egy modern városok program, amiben szintén szerződtek a kormánnyal, viszont ténylegesen az a pénz, amit Szekszárd saját maga elkölthet és arra költhet, amire akar, illetve amire szüksége van, az viszont a helyi adóbevételekből jön be, ahhoz pedig gazdaság kell, abba pedig Szekszárd nyilván tud lépéseket tenni, hogy minél vonzóbb legyen cégeknek. Ez így van, nagyjából 3 milliárd forint körüli adóbevételünk van itt
Szekszárdon, ezzel nem tartozunk a legnagyobb városok közé, úgyhogy ezt a pénzt kell behoztunk. Mi azt az elvet valljuk, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarunk ér, tehát lehetőség szerint a saját forrásainkat kell a legoptimálisabban, a legokosabban elosztani. Hogyha ehhez társulnak pályázati források, akkor azzal kiegészítjük a saját forrásainkat, és így tudjuk megsokszorozni a pénzeket. Valóban a TOP ebből a szempontból egy kiemelt és fontos terület, de a helyi adó az mindig is nagyon szépen növekszik, ez mindig is megkerülhetetlen volt, és ehhez valóban szükség van azokra a vállalkozásokra, a munkaadókra, akik itt a városban dolgoznak és ténykednek. Büszke vagyok arra is, hogy akik ide egyszer letelepedtek munkaadók, vállalkozások, akik itt maradnak a városban, jól érzik magukat, úgy gondolják, hogy foglalkozik velük a város. Olyan gazdasági környezetet igyekeztünk megteremteni, amely nem gátolja ezen vállalkozásoknak a fejlődését, sőt segíti őket, és olyan környezetet teremtettünk, hogyha valaki itt gondolja a jövőjét, akkor itt megfelelő lehetőséget talál ahhoz, hogy letelepedjen, bővüljön is a későbbiekben, és hosszú távon itt képzelje el a jövőjét. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ezekben az üzemekben, gyárakban azért szekszárdi családok felnőtt tagjai dolgoznak, tehát családfenntartók dolgoznak, és az, hogy egy hosszú távú, stabil, kiszámítható egzisztencia legyen, ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy példaértékű együttműködés helyi gazdasági élet szereplője és a város között, hiszen a nagyszerű rendezvényeinket is csak úgy tudjuk megrendezni és megszervezni ilyen színvonalon, ahogy ez megtörténik, hogy mellettünk állnak a gazdasági élet szereplői, és anyagilag is támogatják ezeket a rendezvényeket. Ebben pedig az van benne, hogy a társadalmi szerepvállalás mellett fontosak hagyják azt, hogy minden lehetőséget megragadjanak, hogy a nálunk dolgozóknak az ünnepnapokat, a hétvégeket még jobban, még élvezhetőbbé tegyék, és ezzel egy kis feltöltődést is elősegítsenek ezeknél a munkavállalóknál. Természetesen az általános fejlesztések mellett mi figyelünk arra, hogy itt tőlünk nem messze hamarosan el fog indulni az egyik legnagyobb beruházás, amely az ország történetében megvalósult, és tudjuk azt, hogy Paksról már a vállalkozások keresik azokat a lehetőségeket, hogy hol tudnánk telephelyet létesíteni, vagy telepedni, és Szekszárd nagyon jó helyszínen van, vagy helyen van, hiszen az autópályától nem messze vagyunk. Ennek a gondolkodásmódnak a jegyében kezdtük el kialakítani az új ipari parkunkat, amely a város keleti kapujában található, az egy 100 hektáros ipari park lesz. Ahol szeretnénk letelepíteni a vállalkozásokat, olyan technológiát és olyan tevékenységet vagyunk hajlandók csak befogadni Szekszárdon, amely figyelembe veszi azt, hogy nekünk itt a környezetünk, a természeti környezetünk, a Gemenci erdő, a szőlők nagyon fontosak, és szeretnénk ezt nem csak megőrizni, hanem tovább is vinni ezeknek a lehetőségeit és az értékeit. Úgyhogy a következő évek egy nagy kihívása lesz, hogy olyan betelepülők jöjjenek majd ide az ipari parkba, akik ennek megfelelően tudják vállalni az itteni működésüket. És hát az sem elhanyagolható, hogy most a munkaerőpiacon komoly gondok vannak, tehát hiányzik a munkaerő, tulajdonképpen ez természetesen Szekszárdon is így van. Így például a Modern Városok program keretében a szakképzésnek a fejlesztésére még kértünk a magyar kormánytól külön forrásokat. Ennek a forrásnak a felhasználása még nem kezdődött meg, de már elkezdtük azt a tevékenységet, munkát, amellyel szeretnék, hogy a szakképzésben egyre több fiatal vegyen részt, illetve az, hogy egy kicsit alakítsuk át a szakképzésnek a rendszerét. Mert amiről beszéltem, ugye, hogy a hagyományos értelembe vett szakmák mellett egyre inkább fontos szerepet tölt meg be az informatika, és a jövő az lesz, én azt gondolom, hogy sokkal magasabban automatizált gépeknek a kezelését fogják ezek a szakemberek majd elvégezni, úgyhogy kisebb létszámon, nagyobb technológiai színvonalat képviselő gépekkel meglévő vállalkozások települnek be. És egyébként kérdezték, amihez meg szakértelem kell, és ugye kérdezték azt, hogy a Tolnatej mellett található ipari parkban egyelőre az útépítés meg az infrastruktúra fejlesztés miért nem történt még meg. Ennek nagyon egyszerű az oka, hiszen az ipari parkok általában az országban 3-4-5 hektáros területtel versenyeznek egymással, ezt a nagyságrendet szokták kínálni a vállalkozásoknak. Ebben nagyon sok van, tehát nagyon erős a verseny, viszont olyan ipari parkban, amelyben egyszerre 30-40-50 hektáros területet tudnak felajánlani a majdani befektetőknek, csak 10 van összesen Magyarországon. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy ennek a 10-nek szeretnénk az egyik tagja lenni, és itt talán egy kisebb verseny lesz. És hogyha jön egy ilyen komoly befektető, volt már ilyen jellegű érdeklődés, akkor számára fogjuk majd kialakítani az infrastruktúrát. A források megvannak rá, végpontok megvannak rá. Hogyha megjön a befektető, akkor tulajdonképpen ezzel egy jóval előnyösebb feltételrendszert tudunk számára majd biztosítani. Úgyhogy ez is a Modern Városok program része, és már itt szóba került a Modern Városok program korábban is. Egyértelmű volt, hogy mire fognak szerződni a kormánnyal, amikor erre lehetőség volt valamikor a ciklus elején talán?
Hát 16-ban szerződtünk Magyarország kormányával és a miniszterelnök úrral, akkor írtuk alá ezt a bizonyos modern városok szerződést. Ez a program tulajdonképpen a nagy részt tekintve, vagy nagy részét tekintve azt a gazdasági programot foglalja magába, amelyet elkészítettünk, aztán fórumokon a szekszárdiakkal megvitattunk, és akkor a végső változat ennek a fórumsorozatnak a végén került kialakítása és a közgyűlés által elfogadása, de jöttek vele természetesen új elemek, hiszen akkor is tudtuk, hogy mi elsősorban turizmusban és a szolgáltatásban kell, hogy kiteljesedjünk. A lehetőségeink adottak ezekhez az iparágakhoz vagy területekhez, és ehhez kell a megfelelő infrastruktúrát megvalósítani vagy kiegészíteni. Ennek megfelelően gyakorlatilag az elmúlt 5 évben talán a legfontosabb terület az volt, hogy kialakítsuk azokat a keretfeltételeket, megszülessenek azok az elképzelések tervszinten is, amelyeket aztán meg kell majd valósítanunk, de már teljesedésbe is ment át elem, hiszen például úszodának a kivitelezése már zajlik, hiszen például a Borvidéken található betonvápás vízelvezetők megépítése és a Bor utca leaszfaltozása már megtörtént, tehát infrastruktúra fejlesztés megvalósult ezekből a forrásokból. A 100 hektáros ipari parknak a felét már megvásároltuk ipari parki célra, tehát erre is folytattunk forrásokat, és a következő nagy lépésünk lesz majd a tudásközpontnak a kialakítása. Erre a forrást megkaptuk, a tervek elkészültek, egy hosszú előkészítő szakasz követően most össze ki tudjuk írni a közbeszerzést, és akkor ott az Interspan melletti, ma még elhanyagotnak tűnő gazdas területen meg tudjuk építeni az IQ központot, vagy tudásközpontot, ahol a könyvtár és a levéltár egy épületbe történő összeköltöztetése, gyermekkönyvtár és felnőtt könyvtár egyaránt, mellett egy újabb közösségi tér fog majd kialakulni, ahol különböző programok, műsorok szervezésére lesz lehetőség, illetve kiállításokat is tudunk oda szervezni. Azt szeretnénk, hogyha ez az épület úgy lenne használatban, hogy a fiatalok nagyon sokat betérnének ide, és jól érezzék magukat, és itt eltöltenék az idejüket. Mi elsősorban ennek megfelelően szerettük volna kialakítani az egésznek a hangulatát és struktúráját, és tulajdonképpen szekszári tervezők álmodták meg ezt az épületet, ezt tavaly augusztusra elkészült az első terv, de a könyvtár, levéltár dolgozói több mint fél évet foglalkoztak azzal, hogy a kész terveket még jobbá tegyék, még jobban átalakítsák. Most remélem, hogy olyan végeredmény született, amely aztán évtizedekre majd megfelelő lehetőséget biztosít a szolgáltatásoknak és tevékenységnek az ellátására. Zajlik a háttérben már a sportteletnek az olyan formán történő hasznosításának az előkészítése tulajdonképpen, hogy egy 14 hektáros területről beszélünk. Ezen a területen hogy tudjuk elhelyezni majd mindazokat a funkciókat, amelyeket szeretnénk, hiszen ugye van egy szabadtéri fürdőnk, van egy sportcsarnokunk, van egy stadionunk, egy atlétikai pályánk, és hát mellette ugye a sportcsarnoknak a felújítása, bővítése vagy átalakítása az mindenféleképpen meg fog történni, egy új sport és rendezvény központ fog létrejönni, de itt fog megépülni a rekreációs központ vagy élményfürdő, de lesz jégcsarnok, a tervek szerint van egy lőtér a tervek szerint. Tehát ez a sok-sok minden funkciót parkolókkal, infrastruktúrával együtt erre 14 hektárra kell majd elhelyeznünk, úgyhogy ez egy nagyon komoly és szép kihívás. Remélem, hogy meg fog születni az a szakmai javaslat, amelyet aztán majd meg fogunk vitatni, és akkor tulajdonképpen a végső döntés ennek megfelelően hozzuk meg. És azért hangsúlyoztam ki a szakmai javaslat kérdését, nem akarok csapongani, csak eszembe jutott a szekszárdi kerékpárút kérdés, amikor a szakma azt javasolta, hogy az északi részen ugye a 4 sávból 2 zárjuk le, én egy kicsit óvatosabb voltam, és azt mondtam, hogy mielőtt elköltjük a pénzünket, próbáljuk ki, hogy mit szólnak hozzá a szekszárdiak. Hát a válasz a városlakók részéről az volt, hogy ez a megoldás nekik így nem jó, ezért vissza is léptünk, ettől adottul teljesen új nyomvonalon fogjuk majd megépíteni a kerékpárutat, tehát amikor a szakma valamit, lesz kerékpárút, és az északi részét a városnak el is lehet majd ezen a kerékpárúton érni. Tehát amikor a szakma valamit javasol, az egy dolog. Aztán, hogy a városlakók mit szeretnének, és mondjuk nem fogadják el a szakmai javaslatot, az egy másik dolog, mi az ő véleményüket szeretnénk elsősorban figyelembe venni. Ugye a visszatérő modern városok program, a sportfejlesztések akkor mennek a maguk útján. Elkészült egy komoly tanulmány kint a Gemenciakot centrumban, ezt többször át kellett dolgozni a Magyar Turisztikai Ügynökség kéréseinek megfelelően, most már megvan a végső változat. Ott egy kikötő építésével, kisvasút felújításával, egy látogatóközpont vagy ökocentrum, hát még az igazi nevet nem tudtuk megtalálni, kialakítása fog megtörténni. Noé bárkája lesz a küldetése, ezt tudjuk, tehát nem az állatok lesznek majd bekerítve, hanem a látogatók mennek ilyen bekerített úton, ez a koncepció egyébként. Úgyhogy tulajdonképpen most már maga a koncepció és a tanulmány elkészült, most hamarosan meg fog indulni majd a tervezés is. A szálloda esetében, bocsánat,
ugye az E-épületben szeretnénk, ott is elkészült az a tanulmány, ami alátámasztotta, hogy 80 szobás szállodára a Szexárdon szükség van, de ez egy olyan szálloda lesz, amely nyitott lesz kifelé is, tehát akár az éttermi részét, a wellness részét, majd a szexárdiak is fogják el tudni használni, ez tulajdonképpen az E-épületben fog megvalósulni, állami tulajdon, viszont az állam kinyilatkozhat azon szándékát, hogy ezen projekt keretében a város rendelkezésére bocsátja úgy, hogy meg kell vásárolnunk. Mi ezzel a költséggel számoltunk, és akkor tulajdonképpen a Babics Kulturális Központnak a konferencia turizmus célját történő kihasználása, vagy hasznosítása is meg fog majd történni, hogyha megépül a szálloda. Arra akartam rákérdezni, hogy mekkora terhet ró tulajdonképpen ennek a Modern Városok programnak a véghezvitele, vagy lebonyolítása a hivatalra. Mert hogy azért rendkívül szerteágazó, az látszik, ugye egy csomó szegmensben ott van, és hát nyilván kell hozzá az idő, hogy az majd úgy épüljön meg, ahogyan hogy jó is legyen. Hát igaz, ugye egyik része az anyagi kérdés, arra a forrásokat azért megkaptuk a kormánytól, ennek köszönhetően ez a probléma, ez nem áll elő, de valóban a hivatalban azért a szakemberek nem értenek annyira mindenhez, hogy minden területen át tudják látni az összes projektet, illetve ugye hát nem is vagyunk annyian, hogy minden projektet át tudjunk látni, úgyhogy külső segítségre majd szükség lesz, de például a műszaki területen a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégünk, a Szexádi Mérnöki Tanácsadó Kft. Munkájára és Kerekes László ügyvezető úr munkájára támaszkodunk, hogy ezeknek a projekteknek a műszaki lebonyolításában részt tudjanak venni és részt is vegyenek, de jó szakemberekre, olyanokra, akik megfelelő referenciával előírta rendelkeznek, számítani fogunk és támaszkodni fogunk a projektek megvalósításában. Egy a lényeg, hogy ezek a programok és projektek, ezek jó minőségben valósuljanak meg, és hosszú távon szolgálják a város, illetve az itt élőknek az érdekeit. Mennyire haladnak az apróságok? Most az apróságokon azt értem, ugye, hogy nagy dolgokat létre lehet hozni, de hogyha az ember megbotlik a járdán, akkor az bosszantja, ha nincs elsöpörve az út, akkor az bosszantja. Tehát ezek a városüzemeltetési dolgok, ebben mennyit sikerült fejlődni az elmúlt 5 év alatt? Hát én mielőtt vissza, vagy rátérnénk a kisebb dolgokra, emeljek ki egy középkategóriás fejlesztéseket tulajdonképpen azért, hiszen az óvodákról, bölcsődékről, iskolákról is kell, hogy beszéljünk az egészségügyi ellátás mellett. Azt említettem, hogy 4 orvosi rendelet újítottunk fel ebben a ciklusban, és most a következő lépés lesz egy teljesen új orvosi rendelőnek az építése, illetve BM Klubban egy központi ügyeletni épületnek a kialakítása, ami jól megközelíthető helyszínen lesz, és benne a belvárosban, és méltó körülményeket fog majd biztosítani az ügyeleti ellátásra. De az oktatási rendszer fejlesztése is nagyon fontos volt, hiszen a bölcsődei férőhelyek számát növeltük, illetve a minőségüket is javítottuk. A valamikori 100 férőhelyes városi bölcsődét 25 fővel bővítettük, aztán fel is újítottuk a teljes épületet, építettük egy mini bölcsődét, aztán az óvodáknál a Kadarka, illetve a Bosinszki felújítása tulajdonképpen megtörtént, és valamennyi óvodánkat műfős pályával szereltük fel az óvi foci program keretében, és ahogy említettem, Szőlőhegyen fogunk óvodát bővíteni és egy óvodát építeni. Az iskolák esetében ugye a Babics iskolánál megvalósult a felújítása az épület homlokzatának, a következő években a források rendelkezésre állása esetén a DNS-ben és a Bakában fogjuk majd teljesen felújítani az épületet, de mind a két iskolában, mondjuk a Vizes Bakban nagyon régi volt és nagyon rossz állapotban volt, ezért a szülőkkel összefogott például, ez a szülői kezdeményezés volt, igen, a tankerület, illetve a város egy 3-as összefogás keretében mind a két iskolában felújította ezeket a blokkokat, amit saját forrásból építettünk, illetve adtuk a gyerekeknek, ugye a DNS-ben felújítottuk és kibővítettük az étkezőt, és valamennyi iskolákban étkező bútorokat cseréltünk az összeset. Tehát azt gondolom, hogy közétkeztetésben most már ugyanazt tapasztalhatják a városban, amely pontján járnak a gyerekek a körülményeket illetően legalábbis. Az elmúlt időszakban az iskolákban úgyhogy 2 helyen építettünk műfüvespályát, 1 helyen rekordtános kosárpályát, tehát folyamatosan fejlesztettük és fejlesztjük a lehetőségeket és a sportolási feltételeket is javítjuk folyamatosan. Most egy nagy lépés volt, éppen a héten jelentettük be, ugye a Babics általános iskolában végre elindul a új zónatelemnek a kiépítése, a munkacsarnoknak a megvalósítása. Hát egy nagyon nehéz terep egyébként ez az egész, mert ugye alatt a pincék vannak, tehát nagyon óvatosan kell ezt hozzányúlni és megtervezni. Biztos vagyok benne, hogy a kivitelezés során még majd fognak kerülni érdekes dolgok, és ezt akkor januártól el tudjuk kezdeni, és a tanév végére be is tudjuk fejezni, úgyhogy az iskola működése mellett kell majd megvalósítani ezt a fejlesztést.
Akkor a kis dolgok, amik igazából csak látszólag kicsik. Látszólag kicsik, igen, útjárda. Hát ez egy örök és sláger téma egyébként a városban, közvilágítás is ide tartozik. A város az elmúlt időszakban 11 kilométernyi utat, 7 kilométernyi járdát épített, 12 kilométernyi betonvápás vízelvezetőt, ez a szekszárdiak számára fontos, hiszen a tanyák megközelíthetősége ezáltal sok helyen sokkal jobbá vált, de ez az összes úthálózatnak kisebb része, tehát a következő években erre még jelentős összegeket kell fordítani. Én azt tervezem, hogy a következő 5 évben éves szinten mondjuk 300 millió forintot a város költségvetéséből erre fordítunk, hiszen valóban mi hozhatunk ide nagy fejlesztéseket, építhetünk bármit, sportcsarnoktól a szállodán keresztül egészen a tudásközpontig. Azért az itt élők elsősorban azon mérik le az önkormányzatnak a működését és a munkáját, hogy milyen állapotban vannak az utak és a járdák. Sokat tettünk ezen a területen, de nagyon sok feladat van előttünk, hiszen a következő évek egyik nagy kihívása lesz, hogy ezt a rendszert valamilyen formában tovább tudjuk bővíteni és fejleszteni. És hát nyilván az önkormányzati működésnek van egy másik sajátossága, hogy nagyon sok rendszer, itt például a vízellátás, vagy éppen a hulladékgazdálkodás területén, ha működik, akkor az természetes is nem veszik észre az ember, de ilyen az áramszolgáltatás is. Abban a pillanatban, hogyha akadozik, bármi gond van, akkor ugye óriási gondokat okoz a családoknak is, meg a vállalkozásoknak is, azért ezeket a kérdéseket mi próbáljuk előrevenni és előre gondolkodunk. Például a következő esztendőben, most már meg is kezdtük az idén, jelentős vizes fejlesztéseink fognak megvalósulni az ivóvízellátás minőségét, és ami fontos, és a talán legfontosabb biztonságát illetően, éppen a Mérei utcában nemrég jelentettünk be jelentős felújítás, amit az 500 embernek a vízellátását fogja biztonságosá tenni. Most még nincsen gond, de azt nem lépjük most meg, akkor néhány éven belül már komoly gondokat fog majd okozni ez a probléma, hogyha ott nem cseréljük ki például a főnyomócsövet. Úgyhogy ezek talán annyira nem látványosak, csak azt látják, hogy föl van túlva az út, illetve hogy az útjárdaépítésnél, akadálymentesítésnél elkezdtünk egy munkát, amely aztán azt gondolom, hogy találkozik a szekszárdiak igényével, és igyekszünk az ő kéréseiknek megfelelően tovább vinni ezt az ügyet. Azért azt el szoktam mondani, hogy költségvetési forrásaink végesek, tehát nem tudunk egyszerre mindent megvalósítani, tervünk azért az, hogy egy cikluson belül azért a felépített normatíva szerint, ahogy elgondolja a városvezetés, hogy mit szeretne abban az 5 évben megoldani, akkor annak megfelelően szisztematikusan haladunk előre, és csak így lehet megvalósítani ezeket a fejlesztéseket. Beszéljünk még a civil szféráról. A civil szférára is rengeteget költ a város, és adott esetben nem is csak pénzügyi, hanem más egyéb természetben is segítséggel, gondolok itt akár terembérletre, vagy bármire. Hogy látja, milyen közösségek léteznek Szekszárdon, és ezek milyen állapotban vannak, milyen a város és a civilek viszonya? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó a város és a civileknek a viszonya. Ugye ez több területet érint, a sporttól egészen a kultúráig, szociális szféráig mindent magába foglal. És valóban ugye hajlamosak általában az emberek csak a pénz oldalát nézni ezeknek a támogatásoknak. Összesen mi természetbeni juttatásként és pénzként nagyjából az éves költségvetésünknek a 2%-át fordítjuk ennek a szférának a támogatására, hiszen például a Vavics Kulturális Központ nagyon sok civil szervezetnek a székhelye, központja, és ott a mindennapokban is élik az életük, az sportcsarnok, ugye a sportegyesületeknek a központja. Főleg szociális területen van sok olyan feladat, amit átvállalnak ezek a civil szervezetek, hiszen a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, a lelkező sok mindent ide lehet venni. És természetesen ez nem egyfajta könnyen adomány a város részéről, hanem az elismert munkának a díjazása és kifizetése. És úgy, ahogy számíthatunk a civil szférára, általában a valós civil szférára, egy Szekszárdon, erre számítanánk a jövőben is, és ígérem azt, hogy ugyanazt a támogatási rendszert azt fogjuk tudni hosszú távon megtartani és biztosítani, ami az ő működésükhöz és az általuk felvállalt tevékenység elvégzéséhez szükséges. Büszke vagyok arra, hogy tényleg nagyon sok szekszárdiónak ezek a civilek tudnak segíteni a hétköznapokban, vagy éppen nehézségeket áthidalni. Itt van például a Réva, aki most 20 éves volt ebben az esztendőben, nagyon sokat dolgoznak ők is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a fajta együttműködés az a szekszárdiak előnyére szolgál, ami a civil szféra és a város között kialakult és létrejött, és ez mindent biztosítani fogunk, nem csak az anyagiakat, hanem egyéb lehetőségeket is. Zárásképpen kérdezhetném, hogy például milyen lesz Szekszárd 5 év múlva, de ugye a feladatokról egy szinte az összes kérdés során szó esett, de azt lehet mondani, hogy például 5 év múlva addigra tényleg fölépülhetnek ezek a modern városok programban meghirdetett fejlesztések?
Tehát mondjuk akár egy következő ciklus végén ezek már állhatnak? Igen, azt gondolom, hogy az idei ciklus azért sok időt elvett előkészítés szintjén. Azt az elvet valljuk, hogy inkább előtte járjuk körbe minden oldalon, az adott kérdés, hogy aztán a kivitelezésnél kelljen majd ezzel foglalkozni. Mire ilyen városvezetőnk múlva Szekszárd új sportcsarnokkal rendelkező, tudásközponttal rendelkező, új szállodával vagy meglévő szállodával rendelkező város lesz, kicsit át fog alakulni a városközpont, hiszen ezek az új épületek, ezek meghatározóak lesznek már csak a tömegöket illetően is az adott helyen, például ott az új városközpontnak kinevezett mondjuk vasúti kereszteződés. De nem beszéltünk, mert nem volt a idő most a vasúti kereszteződés, hogy teszem be valós elkerülő útról, ugye amely a város keleti részéről megy a város déli részébe majd, hiszen nagyon sokan kénytelenek bejönni Szekszárdra, miközben nem itt van dolguk, hanem mennének vagy északra, vagy délre, most ezt ezzel az elkerülő úton meg fogjuk oldani. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az úthálózat tekintetében is jelentős átalakításon, bővítésen megy át majd a város, de ami akár a kerékpár utat ide értjük, de ami nagyon fontos, hogy szisztematikusan újítjuk fel majd a járdákat, ingatlanokat, épületeket, utcákat, tehát egy teljesen más városkép, új épületekkel felszerelt városkép fogja fogadni az ideérkezőket, és akkor olyan gondokat is meg fogunk oldani, mint a gyermekek háza, amelyik áldatlan állapota, vagy éppen a szűvnek a megmaradó részének az hasznosítása és felújítása, hisz a szakértés keretében mind a két épületnek a megvásárlása és felújítása meg fog történni. Úgyhogy egy teljesen új 21. századi városkép fogja fogadni az ideérkezőket úgy, hogy természetesen azokat az értékeket, régi épületeket szeretnénk a meglévő állapotból megőrizni, mire büszkék vagyunk itt Szekszárdon. Legyen így. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!